Ennek a számnak az a címe, hogy véletlen. Egy olyan eseményről szól, ami számomra talán az egyik legmeghatározóbb eddig az életemben. Találkoztam egy gyönyörű lányjal, és ott maradtunk az esőben, benne a város közepén, és behúzódtunk egy ilyen ajtótok alá, és sokáig ott voltunk, vártuk, hogy elmúljon az eső, és hirtelen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk magunkkal, meg egymással ebben a helyzetben, és ugye utólag elmondta, hogy nagyon megharagudhatott volna rám, hogy ilyesmivel berángattam, hogy ilyen esős időben városnézést csinálunk, de végül is nem is sejtettük azt, hogy mekkora hatalmas történet és hatalmas közös kaland lesz belőle. Ugye, amikor meglett a dal, akkor számomra egyértelmű volt, hogy ez egy olyan szám, amit klip formájában is szeretnék majd megcsinálni, és megkerestem Turáni Geri barátomat, akivel már számtalan közös projektünk van, ugye egészen a lángoktól kezdve, ami 2019-ben még a szóló projektem részeként jelent meg, és aztán Burkus Dávid rendezővel sikerült kidolgoznunk egy olyan forgatókönyvet, ami maximálisan illeszkedik ahhoz az élményhez, amit én átéltem. Peter Spen zenekar az tavaly tavasszal alakult meg, és igazából nem csak egy zenekarról van szó, hanem egy komplett projektről, ami a dalírástól, dalszerzéstől, a videoklippekig egy nagyon széles skálát ölel fel, és egy nagyon-nagyon szerteágazó tevékenységet foglal magába. És én valahogy úgy képzelem el ezt a projektet, hogy szeretnék egy ilyen álomvilágot megteremteni, egy ilyen saját kis zenei, gondolati bolygót, amiről tudni lehet, hogy ez a Peter Spen. Tehát, hogyha valaki megnézi az elsőt, akkor hogyha megnézi a másodikat, akkor látja az összefüggéseket, és sejtheti azt, hogy a harmadik nagyjából milyen irányba fog elmenni, és az pedig a mi dolgunk, hogy ehhez képest egy kis meglepetést is csempészünk bele. Nekem az volt a nagy kihívás ebben a projektben, Petinek a projektjében, hogy egy nagyon konzisztens világot próbál létrehozni az egész albummal, és ki kellett találnunk egy olyan világot, egy olyan visszatérő elemet, ami minden klipben megjelenik, és ezáltal összehozza a vizuális világát végül is az albumnak. Ekköré építettük fel ezt a történetet, és ebbe a vizuális keretbe illeszkedik bele legutóbbi munkánk, amihez én egy személyes töltetet is raktam. Én pomázi gyerek vagyok, ez nem titok, és nekünk a nagy nyári kikapcsolódás a Szentendrei part volt. Oda jártunk mindig gyerekkoromban, és szerettem volna ezzel a gyerekkori emlékkel foglalkozni ebben a klipben, és ezért választottam a Szentendrei múlót. Nagy példaképpen Vajda Lajos, illetve festészete, és azt gondoltam, hogy ezt a gyerekkori emléket valahogy Vajda Lajos munkásságán keresztül mutatnám be ebben a történetben. Ezért megrajzoltuk a Szentendrei tájat. Ez egy valós táj. A házak és a templomok és a dombok, azok pontosan ugyanott vannak. Csak éppen Vajda Lajos stílusában mutatjuk be őket. És úgy gondoltam, hogy ez a két érzés, ez a gyerekkori nosztalgia és a friss szerelmesek megismerkedése az valahogy nagyon jól összecseng ebben a klipben. Az Unreal Engine egy számítógépes játékmotor, többek között, ha jól emlékszem, a Fortnite nevű játékot is ezzel csinálták, de már elég régóta fejlesztenek filmes felhasználásra is
funkciókat ebbe a szoftverbe. Én pedig szeretek napra kész lenni, nem szeretek ragaszkodni bevált technológiákhoz, mert az olyan, mintha meg lenne kötve a kezem. Ezért mindig szeretem kipróbálni az újabbnál újabb technológiákat. Az Unreal Engine is az ilyen technológiák közé tartozik. Igencsak megkönnyíti az embernek a munkáját, hogyha vizuális effektekről vagy háromdimenziós elemekről van szó, akár egy videóklipben, vagy egy filmben, reklámban, akármiben. Hát alapvetően fejben kell, hogy legyen az elképzelés, mert az Unreal Engine is csak olyan, mint a festőnek az ecset, egy eszköz, amivel kifejezem a saját gondolataimat. Úgyhogy fejben született meg a gondolat, utána apránként elkezdtük kitalálni a művészeti elemeit ennek az egész környezetnek. Többek között használtunk fotogrammetriát, ami a háttérben lévő elemeket alkotja. Fotogrammetria az egy olyan technológia, ahol lefotózunk több szögből egy tárgyat, épületet vagy egy tájrészletet, és hát a számítógép nagyon okosan kiszámolja azt, hogy a parallax eltolódásokból, hogy ez valóságban, három dimenzióban hogyan is nézhetett ki. Ezt vettük alapul, de nem akartuk, hogy teljesen a realizmus irányába tolódjon el a környezet, ezért igazából csak referenciának használtuk, vagy háttérnek használtuk ezeket a fotogrammetrizált épületeket. A következő lépésben fotók alapján a Dunakorzó előterében lévő épületeket kézzel körbe rajzoltam, extrudáltam, hogy egy háromdimenziós objektum legyen belőle, aztán Dávid nagy művészi segítségével sikerült rajzban megalkotni ezeket az épületeket, mindezt utána egy mesterséges intelligencia, egy úgynevezett StyleGAN segítségével megpróbáltuk közelebb húzni Vajda Lajos festészeti stílusához. Nyilvánvalóan ettől még szentendreibb lett a táj. A báboknak a megtervezéséhez igazából papírra is tollra volt első körben szükségem. Én nagyon szeretem először fejben magam előtt elképzelni, hogy valami hogy fog működni. Utána megterveztem igazából a mozgató mechanikáját egy 3D-s szoftver segítségével. Ez rengeteg iteráción keresztül történt, és a megtervezett alkatrészeket 3D nyomtatás segítségével varázsoltam valóságossá. Ezután elő kellett szedni az általános iskolai varrótudásomat. Még szerencse, hogy megtanultam, és összehoztam ezt a mechanikus, robotikus valamit a bábokkal. Ami nagyon érdekes volt, hogy én a tervezés és a készítés folyamán igazából csak a funkcionalitását láttam ezeknek a báboknak, hogy oké, lehet mozgatni a kezüket, tudják forgatni a fejüket, de ami igazán meglepő volt, vagy inkább szívmelengető érzés, amikor a forgatáson a kollégáim, Peti és Dávid a kezébe vették ezeket a bábokat, és elkezdték mozgatni, akkor láttam igazán magam előtt azt, hogy megteltek ezek a bábok élettel. A tájhoz hozzátartoznak például a Dunakorzón lévő kacsák, amik megtalálhatók a felvételeken, valamint a halak, melyek nagyon szeretnek kibeugrálni a Dunából. Ezeknek a halaknak a megrajzolásában lányom Zoé segített, egy egész napot dolgozott vele, nagyon lelkesen és lelkiismeretesen végezte a munkáját. Azt csináltam a halakkal, hogy így árnyalat, először kör, utána a farok, és utána megrajzoltam a többi részét, aztán a pikkelyeket, vagy hullámvonalakat, vagy cicakvonalakat, vagy ilyen, nem tudom, ilyen hosszú vonalakat. És utána kiszíneztem ilyen szép színekkel, és egyszerűen amikor fölmegy a kamera, akkor így kiugranak. És az nagyon jó. Gerivel és Dáviddal azért nagyon izgalmas együtt dolgozni, mert végtelenül profik.
egyszerűen nem tudok rá jobb szót találni. Gerit én úgy képzelem el, mint egy ilyen mindentudó két lábon járó technikai lexikon, és valahogy nagyon kreatívan tud megoldani dolgokat. Dávid pedig egy olyan srác, akinek egy nagyon-nagyon gazdag fantázia világa van, és közben meg nagyon jól ért ahhoz, hogy hogyan lehet ezt a fantázia világot összefésülni és ötvözni a például jelen esetben az én fantázia világommal, és nagyon jól meg tudja fogalmazni azt, hogy a film nyelvén ez a világ hogy jelenjen meg. A munkafolyamatok íve az szerint változott, ahogy egyre inkább növekedett a bizalom kettőnk között, és ezek a úgynevezett falak leomlottak, és egyre inkább barátibb lett a kapcsolatunk, úgy volt egyre könnyebb belelátni úgymond a Peti fejébe, hogy egy-egy alap elképzelése, vagy a zenének a mondani valója az valójában milyen képi világot kíván. Nagyon fontos az, hogy az alkotó, jelen esetben mi a videós alkotók, mi is alkotók vagyunk, szabadságot kapjunk. És azért szeretek nagyon a Petivel dolgozni, mert megadja azt a szabadságot, ami ahhoz kell, hogy én is úgy érezzem, hogy én egy alkotó vagyok ebben a dologban. Nem egy kisiparos, nem egy gyártó. Tehát megadja az alaphangulatot, megadja a számot, elmondja az ő koncepcióját, ami tök jó, tehát ez egy nagyon jó támpont, de aztán utána azt mondja, hogy ez most már a tiétek, hajrá, mutassátok meg, hogy ti mit láttok ebben. Ugye a zenekar az nem rég alakult meg, ehhez képest nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a nagylemez programnak az egyik díjazottjai lettünk, és ez azt jelenti, hogy egy nagylemezt tudunk elkészíteni, aminek az előkészületei azok javában zajlanak. Magának a lemeznek az lesz a címe, hogy 100 000 nap, nem hiába, erről még majd később fogok mesélni alaposabban. Egyelőre annyit, hogy egy egybefüggő sztori, és azokat a dalokat fogja tartalmazni ez a lemez, amik valahogy a Peter Spennek a kezdeti időszakát a leginkább jellemezik. A zenekar YouTube-on, Facebookon, Instagramon és TikTokon is elérhető, és a különböző online zenei platformokon, és készülünk egy lemezbemutatóval, aminek a részletei azok egyelőre még ilyen top secret, de hamarosan jelentkezünk velük is.